Akkor sziasztok! Szeretném nektek bemutatni Gál Gregor szobrászművészt. Gregor főleg bronz szobrokat készít, és most már úgy tudom, hogy arany és ezüst ékszereket is. És 1994 óta rengeteg kiállításon lehetett látni a munkáidat, főleg Magyarországon, de Ausztriában, Romániában, Franciaországban, Németországban, nagyon sok nemzetközi vásáron, és nagyon sok szobrod van köz, magán és céggyűjteményben. Úgy tudom, hogy van szobrod a Magyar Nemzeti Galériában, a Veszprémi Múzeumban, a Gokár Művészeti Alapítványnál. Úgy tudom, hogy az USA-ban is van egy szobrod, az Ecton Szoborparkban, Belgiumban is, és három magyar városban is, közterületen. Ugye Hévíz, Badacsony-Tomaj, Herceghalomban. Hogy van-e valami, amit még ezen kívül elmondanál magadról? Hát figyelj, amikor ugye az embernek a saját eredményeit meg kell mutatni, hogy segítsen azoknak, akik nem ismerik, tehát az, hogy mondjuk mennyire leszek hiteles abban, amiket majd mondani fogok. Hát még a szobraim a Magyar Állam ajándékaként 4 kontinens 52 államfőjénél vannak, tényleg számtalan közgyűjteményben, és a világ összes kontinensén, magyar, de királyoknál vannak, bankok gyűjteményeibe, olyan világcégnél, mint a Cisco Systems például, stb. Raiffeisen Bank. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy gigászi ilyen referencialista. De mondjuk 63 éves korára az embernek, ha valamit csinál, és tényleg hivatásának, meg küldetésének tekinti, hogy szobrokon keresztül, akár 10 000 éveken keresztül is érvényes üzeneteket hagyjon maga után, mert van mondani valója a világról, akkor az embernek muszáj aktívnak lenni, igen. Elképesztő, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad ezt a felkérést, hogy mi beszélgessünk. És ugye a beszélgetésünknek a témája az a művészé válás, a művészi életút lesz. Ugye mi itt a Waldor Artnál olyan embereket tanítunk rajzolni és festeni, akik amúgy nem rendelkeznek semmilyen művészi előképzettséggel, tehát van egy hivatásuk, egy szakmájuk, és az mellett kezdtek el rajzolni és festeni, tanulni. Mi nagyon sokan, nagyon sokféle indítatásból kezdtek el rajzolni és festeni, legtöbbjüknek kikapcsolódást jelent, vagy a nyugdíjas éveikre egy elfoglaltságot, egy tartalmas elfoglaltságot, vagy nagyon sokaknak ilyen válság került az életükbe, akár egy életközepi válság, egy válás, egy betegség, ami miatt a művészethez kezdtek el fordulni, és ugye az alkotásban, kvázi idézőjelben mondom, gyógyítják a saját magukat, a saját lelküket. És de függetlenül attól, hogy ki milyen indítatásból kezdett el alkotni, előbb-utóbb felmerül a vágy arra, hogy mind erkölcsileg, meg mind anyagilag elismerjék a munkáikat. És igazából erről szeretnék róla veled beszélgetni, hogy mi szerinted mind múlik az, hogy valaki, remélem senki nem sértődik meg, azt mondom, hogy hobbi alkotó, amatőr művész, és mind múlik az, amikor már azt mondod, hogy kortárs művész. Mitől válik valaki művészé? Hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy te amatőr művész, hobbi alkotó vagy, és hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy kortárs alkotó? Az az igazság, hogy amiről eddig beszélgettünk, abban legalább 5-10 millió forintot érő mondat van. Szerintem is. 5 darab 10 millió forintot érő mondat. Tehát gyakorlatilag a lényegét elmondtam a műtárgy értékesítés rejtelmeinek. Ez így van. Elejétől az árásig. Kompletten elmondtam. Igen, én is így gondolom, hogy nagyon értékeset adtál. Igen. Nagyon köszönjük. Szívesen.